Magyarországon a tőkehalhoz főként ilyen formában lehet hozzájutni. A szupermarketek, élelmiszerboltok mélyhűtős pultjaiban kell keresni. A tőkehal a csendes óceáni hideg vizekben él. A húsa erős rostozatú és különleges ízű. Ma paradicsommal, paradicsom szószal fogjuk együtt megsütni egy nagy jénai tálban. Ehhez először a paradicsom szószt kell elkészíteni. Én föltettem már forni vizet, amibe bele fogom dobni a paradicsom szemeket, hogy a héját majd könnyebben le tudjuk húzni. 1-2 percig benne marad, és utána azonnal lehűtöm hideg vízzel, utána már nem marad más hátra, csak egy mozdulattal lehúzni a bőrét. Egyszerű mozdulatokkal le lehet húzni a bőrt a paradicsomról. Fűszeres paradicsom szószhoz először felkarikázok 2 gerezd fokhagymát. Fogok beletenni egy chili paprikát, amit így előzőleg bevágtam. Paradicsom szószhoz használok majd friss paradicsomot és pikáns paradicsom mártást is. Ehhez először fölkockázom a megnyúzott paradicsomokat. Csorgatok pár evőkanál extra szűz, gentle olívaolajat a serpenyőbe. Majd beleteszem a felkarikázott fokhagymát és chili paprikát. Vágok le pár ág friss oregánót, pár levél bazsalikomot és pár ág friss kapukkfüvet. Ezeket szépen megmosom és gyorsan összekötözöm. Beledobom a éppen felforrósodott olívaolajba, és egy pár percig forrósítom, hogy a fokhagymának, chili paprikának és a fűszereknek is jól kioldódjon az aromája. Hozzáborítom a felkockázott, megnyúzott paradicsomot. Belekanalazok pár kanál fekete és zöld olajbogyót. Párszor megtekerem fölötte a borsdarálót, ugyanúgy a sóörlőt is rotyogtatom egy kicsit, és utána felöntjük pikáns paradicsom szósszal. Egy-két percig rotyogtattuk a paradicsom szószt, és szépen lehúzom a tűzről. A paradicsomos tőkehalat egy nagy tűzálló üvegedénybe fogjuk elkészíteni, és ahhoz, hogy ne tapadjon majd oda az aljára a hal, meg kell csorgatni pár kanál extra szűz olívaolajjal. A tőkehalfiléket ketté vágom, kenjük be a halak felületét piros pesztóval, és két felet pakoljunk egymás tetejére, és tegyük bele a pároló edénybe. Megtekerem felette egy kicsit a sódarálót és a borsörlőt is. És szépen rákanalatom a fűszeres, pikáns szószt. Dekorálom pár darab babérlevéllel. Beteszem előmelegített sütőbe, ahol körülbelül 150 fokon 15-20 percig fogom párolni. Paradicsom szószból nem véletlenül csináltam ilyen sokat. Nem lehet egy vagy két darab paradicsomból szószt csinálni. Én mindig többet szoktam belőle csinálni, a maradékot beleteszem egy műanyag dobozba. Jól lezárom, és utána berakom a mélyhűtőszekrénybe. Gyönyörű, nincs kiszáradva. Nagyon óvatosan pároltam, és rövid ideig, körülbelül 15 percig volt bent a sütőbe. Nincs más hátra, csak a vendégek elé tenni, és jó ízűen elfogyasztani. Jó étvágyat hozzá!